út és járda felújítások, kátyúzások, azon beruházások sátorai Újhelyben, melyekre az önkormányzat minden évben tervez a költségvetésben pénzügyi keretet. Saját forrásból az önkormányzat elsősorban azokat a feladatokat tudja megvalósítani, melyek évről évre szükségessé válnak. Ezekre a célokra az elmúlt évtől pénzügyi alapokat is elkülönít a város. A tavalyi költségvetésben bejöttek az úgynevezett alapok, az ingatlan alap, karbantartási alap, a feladatleltár alap, amikkel próbálunk olyan kisléptékű, saját magunk által is elvégezhető beruházásokat tenni, amik nyilván javítják az életminőséget. Ebből egy nagyon fontos lépés lesz például a Fasornak a járda teljes rendberakása, Stuhler utcán a járda rendberakása. Tehát ilyen kisebb léptékében nézve, kisebb dováros szempontjából fontos feladatokat végeznénk el. Sátoralja Újhely idén is tervez az előttünk álló Európai Uniós pályázati lehetőségekkel. Jelenleg 16 operatív program, az úgynevezett TOP programok felhívása jelent meg, különböző beadási időpontokkal. Az önkormányzat mind a 16 lehetséges forrással tervez. Van olyan felhívás, melyre több pályázatot is szeretne benyújtani a város. A szükséges dokumentumok már az előkészítési szakaszban vannak. Az első között fogjuk benyújtani a belterületi csapadékvíz elrendezést érintő pályázatot, ahol a három település résznek, Rudabányáskának, Károlyfának és Szépholmnak a belterületi csapadékvíz elvezetését próbálnánk megoldani, illetve a helyi közlekedés fejlesztést támogató beruházásokkal indulnánk el. Ezek általában közlekedés technikai fejlesztések lennének, körforgalmak, buszmegállók, táblázás, burkati jelfestés, illetve egy rövid szakaszon kerékpárút építés, mert szeretnénk Károlyfalvát is becsatolni a Sárospataki és Sátorai Jóék között húzódó kerékpárútba, úgyhogy ott egy kb. 460 méteres szakaszon a falu elejétől a 37-es főúti kiépítenénk a önálló kerékpársávot, amit a gyalogosok is használhatnának. Ez is növelve a közlekedés biztonságát. A kalandpark jobb használhatóságát biztosító fejlesztés, a vár feltárásának felgyorsítása, az épületek energetikai fejlesztése, a közterületek rekonstrukciója, a Dohányúti sportpálya, illetve a Kossuth-tömb belső helyreállítása is az Európai Uniós támogatással megvalósítandó tervek között szerepel. Az önkormányzat másfél évvel ezelőtt 26 tervezési megbízással látta el a helyi, illetve környékbeli tervezőirodákat, melyek elkészültek a munkákkal. Itt Sátoralja Újhely önkormányzata felkészülten várja a pályázatok beadásának lehetőségét.